Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ez a videó nem másról fog szólni, mint hogy a címben is láthatjátok, 5 dolgot fogok nektek bemutatni, hogy mit nem ajánlok, hogy csináljatok a Minecraftban. Ugye nagyon-nagyon sokatok Minecraft survivorozik, én nekem is van ugye egy olyan sorozatom, és vannak olyan tippek és tanácsok, amiket szeretnék most átadni nektek, hogy mit nem is érdemes csinálni egy survival kalandban. Az első tippem itt van mögöttem a chestben, az nem más, mint az eszközök a megfelelő bányászathoz. Srácok, kinyitom a chestet és ebben minden benne van, ami kell, hogy egy sikeres bányászatunk legyen, ugye a szerencsén kívül. Nem más, mint nagyon-nagyon sok fa, eléggé sok étel, víz és megfelelő eszközök, de az eszközök, srácok, a legkevesebb. Higgyetek nekem, a kaja, a víz és a fa. Leginkább a fa a legfontosabb. Mert ugye, hogyha nincsen fa, akkor azt megszívod, hogyha mondjuk elfogy a csákányod és nem tudsz mit craftolni, és lent vagy a bányában, és akkor így törheted fel kézzel a blokkot, ami nagyon-nagyon jó érzés lehet. Na de mindegy, a következő ugye a víz, hogy ott lennél a láva közelében és nincsen vizet, az egy óriási nagy probléma, de ezen kívül már csak az a nagyobb, hogyha nem találsz kaját, mert rohadt húst kell egyél. Szóval ez a 3 elengedhetetlen kellék, főleg a fa, hiszen abból ugye tudsz bármikor csinálni új felszereléseket, mivel akkor ugye kell bot, örök fákját tudsz csinálni, hiszen szénből is van egy csomó a bányában. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, srácok, ez lenne az első tippem. A következő tippem egy nagyon-nagyon hasznos tipp, igaz még kicsikét kezdő Minecraftosoknak, ami itt van ebben a házban. Látjátok, sötét van, ugye este van és nincsen kivilágítva ez a ház, ami nem más jelent, mint hogy spawnolhatnak be mobok, és ez a hülye falusi pont kinyitotta az ajtót és bement a zombi levesbe. Hát ez nagyon ügyes, pont ezt szerettem volna bemutatni nektek, hogy igen, a házadba spawnolhatnak mobok, ami nagyon-nagyon kellemetlen lehet, főleg hogyha csinálsz egy nagyon-nagyon menő pincét és még egy creeper oda spawnol. Szegények, hogy kergetőznek, én meg itt kreatív módban el vagyok bújva, menj ki, vidd ki, tereld ki az ajtón, légy szíves a zombit. Na. Hát igen, ezek itt elkergetőznek, már csak annyit szeretnék mondani, és srácok, hogy ezen ahogy is tehettek a legkönnyebben, ugye a legegyszerűbben, hogy kifákjázzátok a házatokat, jaj, szegény falusi, ez a kis zombi megölte, na de mindegy, nézzétek meg, kifákjázzátok, és soha többet nem fognak spawnolni oda mobok. Ettől már csak az a jobb tipp, hogy az egész környezeteteket befákjázzátok, hiszen akkor a közelbe se fog soha semmiféle zombi spawnolni, és mennyire jól is néz ki. Következő tipphez egy kicsikét mélyre jöttem, hiszen ez egy bányász tipp, hogy mit ne csinálj. Ez egy nagyon-nagyon alapvető szabály, srácok, hogy magad alatt soha az életben ne üss. Én se hittem el az elején, hiszen mindig így bányáztam, és mindjárt meglátjátok, hogy jaj, mi történik valójában, hogyha ezt csinál, és hopsz, egyből a lávába landolsz, ami nagyon-nagyon kellemetlen dolog. Szóval én ajánlom azt a trükköt, hogy mindig a két blokkon állj és így bányász, hogyha így is nagyon hatékony és még ugye több helyzetből tudod megtárni a gyémátot, hiszen kettőt ütsz egyszerre, és így biztonságosabb sokkal a haladásod. Szóval én, srácok, így csináljátok. Ne így az, hogy úristen, mindjárt lávába fogok esni, de remélnek el. Következő, hogyha megjöttünk ugye a bányászatból, általában van egy csomó ércünk, és gondolkozz, hogy miből csinálj felszerelés, mert még nincsen, itt van az arany, vagy itt van a vas. Hát az arany annyira tök jól néz ki, szóval csináljunk abból, de srácok, ezt nagyon-nagyon nem ajánlom nektek, soha ne csináljatok arany felszerelést. Megnézzük, srácok, hogy mennyit is bír valójában, de nagyon-nagyon-nagyon keveset. Figyeljétek, kijött ugye a 24 szokásos 24 darabból a szettünk, és itt van rajtunk a menő arany szett. Alig véd valamit, körülbelül a felét védi meg, és szerintem egy éjszakát ebben nem fogsz kibírni, hiszen leszedik rólad. Na de mint mondtam, fára ugye mindig szükség van, használjuk fel a fánkat, ebből csinálunk botot és egy kis felszerelést is csinálunk, ami a legrosszabb dolog, srácok, ebből az érzből. Figyeljétek meg! Alig ad valamit és nagyon hamar elkopik. Például nézzük meg az aranykardot. Van összvisz 4 darab damage-e és ezen kívül alig tudsz vele mit csinálni. Gyorsan még csinálok egy fák és egy csákányt is, és ezt is kipróbáljuk. Ez a kedvencem. Figyeljétek, hogy kopik. Ezt nézzétek. Úristen. Ki a fene, srácok, ezzel soha az életben ne csináljatok feltművelést. Az aranyat, azt mindig költsétek az aranyalmára, hiszen az a legjobb befektetés. 3 csíknyit tudtunk vele megművelni. 2 darab arany kellett, és 3 sornyi földet tudtunk megművelni vele. Ez kész. Na vágjuk ki ezt a fát, én azt mondom nektek, mire képes nekünk ez a csákányunk. Úristen,
háromnegyede még megvan. Úgy bizony, srácok, körülbelül egy ötöde vagy egy negyede kopott egy darab picike kis fa kivágásával. Hát ez elképesztő. Eszetekbe se jusson kardot csinálni, az tény, hogy nagyon jól néz ki, de figyeljetek, hogy ez is mennyit sebez. Megölök egy darab állatot, és már megint körülbelül olyan egy hatoda szerintem lefogyott. Megint, srácok, még egyet megölünk. Jónak jól sebez, de körülbelül egy ilyen éjszakát ezzel a karddal nem tudná tudni, hogyha ölögetni kell. Figyeljetek, egy negyede már elfogyott, és így összesen mennyi húst is kaptunk. Négy darab húsét cserébe körülbelül olyan másfél aranyat már elpocsékoltunk. Ez a kedvencem, a csákány, az is annyira kopik, és nézzetek meg, nagyon gyors, ezt nagyon imádom benne, elképesztően gyors, de szerintem a bedrockig nem tudsz lemenni, hol járunk? 45-ös szinten, és nézzetek meg, ezt nézzétek. Még egy, és elkopik most. Na még egy. És ennyi, srácok, el is kopott. Úgy kávéra megszámolta, hogy a 31 vagy 32 blokkot tudtunk összesen egy teljes csákánnyal leásni, hát ez nagyon pocséklás. A következő tipp nem más, mint hogy elfelejtettél hozni magaddal vizet, de tudjátok, hogy az az első szabály, hogy muszáj, és itt vagy a bányába. Ez egy nagyon jó dolog, amit a kezdők lehet, hogy még nem ismernek, hogy a shift megnyomásával úgy kell folyton mennünk. A shifttel, és hogyha akármilyen nyomod, ugye lassabban mész, de nem tudsz leesni. Ami nagyon-nagyon jó, hiszen így Google a karakterünk, bár ezt szerintem is nagyon sokan tudjátok. Igen, a shifttel lehet googolni, és így lehet a láva felett így lavírozni, így eléggé biztonságos, hiszen nem fogsz beleesni. De hogyha ez nélkül mész, akkor nagyon-nagyon centizni kell, és akkor is most úgy megyek, srácok, nagyon merész vagyok, de szerencsére itt van ez a fal, és emiatt nem tudtam beleesni. Szóval ezt ajánlom mindenkinek, hogy shifteljetek, ez inkább a kezdőknek mondom, hiszen ezt nagyon-nagyon sokan tudjátok, hiszen én is már nagyon régóta használom, de így haladjatok. Na hát, srácok, ez volt ez a videó, amiben bemutatta, hogy 5 dolgot mit ne csináljatok, vagy pontosan hogy csináljatok, és így a végére plusz egy-két azt mutatom meg nektek, amit minden áron mindenki csináljon meg. Ami itt van, srácok, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, és dobjatok egy hatalmas lájkot, és mindenféleképpen csekkoljátok a leírásban lévő MC shopot, hogy még az utcán is látszódjon, hogy menők vagytok. Na de ez a videó ennyi lenne, én köszönöm szépen a figyelmet, a következőben találkozunk, sziasztok, sajtok!